Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Csőd vagy átmeneti segítség, a tükebusz többletigénye is szerepelt a szakbizottság előtt. Csarnoképítés és zöld program. A kertvárosi piac és környéke elfogadtatását akarja az önkormányzat a fakivágás után. Indulhat a pedagógusok béremelése. Az új törvényi szabályozásról beszéltek a szakmai évnyitón Pécsen. Rollert kapott a RALSZ pályázat nyertese. Nyárzáró játszóház a családsegítőknél. Közel 100 millió forint plusz forrást ítélt meg a pécsi tükebusznak a Városgazdasági Bizottsága. A pénz a havi juttatáson túl kerül a társasághoz. Az önkormányzati cég kezdeményezte, hogy több pénz jusson most nekik a napi működés biztosítására. A városvezetői oldal szerint átmeneti helyzetről van szó, az ellenzéki képviselő Csődöt emleget. A pécsi tükebusz kérése is szerepelt a Város Költségvetési és Gazdasági Bizottsága előtt szerdán. A helyi buszközlekedést végző cég az ütemezett támogatásán túl további pénzt kért a működtetésére az önkormányzattól. Az előirányzott rendesen neki ebben a hónapban járó 140 millió forint mellett még mintegy közel 100 millió forintot kell a városnak hozzátenni ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a cégnek a működése. A jobboldali képviselő a bizottság tagja szerint nem elég az éves támogatás, mert olyan rossz anyagi helyzetben van a tükebusz. A tükebusznak van egy éves támogatása, amit ugye a város minden évben folyósít a cég részére. Most azonban az idei ütemet ütemtől eltérően előrébb kellett hozni ezeknek a kifizetéseknek egy részét, különben Pécset a tömegközlekedés az nagyon nagy bajba került volna, konkrétan Csőd szélére került volna a cég, és hát ez már a napi működését fenyegette a tükebusznak. A bizottság MSZP-s elnöke szerint nincs Csőd közeli helyzet a buszos cégnél, azonban van min javítani. Én nem mondanám, hogy baj van a közösségi közlekedési cégnél, gyakorlatilag a működést biztosítjuk, valamint azt biztosítjuk, hogy olyan célokat tűztünk ki a mai bizottsági ülésen a vezérigazgatónak, hogy például csökkenjenek a járatkimaradások száma, mert nagyon sokan panaszkodnak ezekre a problémákra. Tehát ezt kifejezetten szeretnénk elérni, hogy minimalizáljuk a járatkimaradást. Azt is célul tűztük ki, hogy a jegyár változtatása nélkül próbáljuk a bevételeket növelni a cégnél, tehát hogy hatékonyabban működjön a vállalat. Arra a kérdésre, hogy akkor miért kért plusz forrást a helyi járatokat bonyolító társaság, a bizottsági elnök a már korábban is hallott érveket hozta fel. A tüke meg az egész buszközlekedésnél az a probléma, hogy az inflációs helyzet miatt, illetve az üzemanyag áremelkedések miatt nagyon megnőttek a költségek, tehát az egész szektorra jellemző, nem csak a buszközlekedésre, de bárkinél, amikor fuvarhoz vagy szállítmányhoz, ugyanez a helyzet áll fent, tehát a költségek növekednek, és ugye nem célunk az, hogy a jegyárakat növeljük, így nyilvánvalóan a bevételeket csak úgy lehet növelni, hogyha többen használják a buszt, ugye ez a jegyárak mellett, tehát ezt szeretnénk elérni egyébként hosszabb távon. Mint ismert, sok panasz érkezik a céghez is arról, hogy kimaradnak a járatok. Tervezhetetlen, mikor jut el úti céljához a buszra szálló pécsi polgár. Ezen kívül a sofőrök bérigénye is felmerült nemrég, mivel órabéremelést akarnak. Szerintük a pénz az oka, hogy tavaly a buszvezetők 10%-a hagytott a tükét jobb ajánlat miatt. Jelenleg mintegy 250-270 járművezető van a cégnél, akiknek napi 1800 járatot kell végigvinniük az útvonalaikon. Zöld programmal támogatja meg a pécsi önkormányzat a Diana téri piac építését. Ez is szerepelt a Város Gazdasági Bizottsága előtt. Az elképzelés szerint programokon népszerűsítenék az épülő piaccsarnok melletti zöldítési elképzeléseiket, így akár új fákat is ültethetnek az ott élők a téren kivágott liget helyett, derült ki a bizottsági ülésen. Tüntetők a pécsi Diana téri piacnál augusztus 7-én. Az itteni piac fáit akarták megúvni a civilek, ugyanis a tervek alapján csarnok épül itt, a liget pedig útban van. Ez már két nappal későbbi felvétel a Diana téri piac területéről már fák nélkül. Az önkormányzat kivágatta a ligetet a tiltakozás ellenére. Az építkezés így az eredeti tervek alapján haladhat. Most a városvezetés zöld területi rekonstrukció néven indít itt programot, kozmetikázva a fakivágásokat, ez is szerepelte a Gazdasági Bizottság előtt szerdán. Lényege, hogy minél jobban elfogadtatni ezt a projektet a környéken élőkkel, holott tudjuk, hogy ez igencsak megosztotta a lakosságot, sőt nagyon komoly ellenérzéseket váltott ki, hiszen a
zöld területet a piacon, tehát a fákat, az ott lévő faállományt, azt teljes tarvágással kiirtották, és a helyükre egy beton szarkofág fog majd kerülni a tervek szerint, és ez azt jelenti, hogy sokkal inkább egy szürkébb és emberidegenebb, természetidegenebb környezetben fogja fogadni ez az új diánatéri piac a vásárlókat. A jobb oldal egy zöldebb megoldást akart a diánatéren, mondja a képviselő. Mi azt szerettük volna, hogyha egy zöldebb verzió valósul meg. Ehhez képest azonban azt láthatjuk, hogy inkább megpróbálják ezt a beton szarkofágot úgy kommunikálni, hogy ezt a lakosság jobban elfogadja. Az építkezéssel párhuzamosan folytatják a zöld területi programot, ami egy szemléletformálás, hangzott el a bizottsági ülésen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a piactól északra fekvő zöld területet újítjuk meg. Itt alapvetően az a cél, hogy ez egy pihenő övezet maradjon a továbbiakban is. Még a Covid helyzet alatt a Pécsi Egyeset felmérte a helyi igényeket, tehát akkor gyakorlatilag akkor kezdtük az egész projektnek a tervezését, és a helyi igényeknek a nagyon nagy része azt mondta, hogy maradjon zöld terület, és maradjon rekreáció célú zöld terület. Itt voltak ötletek sportpályára, egyéb dolgokra, de ezeket elvetettük, mivel a helyi igények a zöld területet preferálják. Úgyhogy a projekt ennek a megújítását tűzte ki célul. Ez a gyakorlatban építési munkákat is jelent, mondja a bizottsági elnök. Egyrészt megújítjuk a járdákat, fákat ültetünk, 27 darab előnevelt, nagyobb méretű fát fogunk elültetni, rengeteg cserjét, bokrot, tehát a zöld terület részt is lényegében rendbe tesszük, úgyhogy igényesebb legyen, szebb legyen, és a lakók érdekeit szolgálja. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy a kutyafuttatót is megújítjuk. A kutyafuttatónál konkrét igény volt, hogy elég közel van a házakhoz, hogy ezt tegyük arrébb, ezért a zöld területnek a belseje fele lényegében arrébb tesszük, hogy a kutyák ne zavarják a lakosokat. Közel 4 millió forintot ad az önkormányzat a saját cégének, a létesítmény üzemeltető Kft.-nek, hogy fórumokat, oktatási, szemléletformáló programokat szervezzenek a Diana térre. A növényültetésbe is bekapcsolódhatnak a helyben élők. Virágokat, facsemetéket ültethetnek a kivágott fák pótlására. A folyamatok gördülékenyebbé tételével jelentősen csökkenhetnek a várakozási idők a járóbeteg ellátásban, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, az elmúlt években a kormány komoly erőfeszítéseket tett a járóbeteg ellátás színvonalának emelése érdekében. Ennek jegyében 54 szakrendelőt korszerűsítettek és 23 új létesítmény épült. A fizikai felújítás és korszerűsítés mellett azonban a szervezettség javítása is fontos szempont, hiszen ezzel használható ki optimálisabban az orvosok és az ápolók rendelési ideje, rövidítve ezzel a várólistákat, közölte az államtitkár. Új életpálya modell a pedagógusoknak. A törvény nyáron jelent meg, ami a béremeléseket, a kötelező óraszámokat is tartalmazza. A Belügyminisztérium főosztályvezetője az ehhez kapcsolódó változásokról beszélt a pécsi szakmai tanévnyitón szerdán. Kiderült, júliustól visszamenőleg kifizetik a béremeléseket. Szakmai tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudásközpontban. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény a nyáron jelent meg. Erről beszélt előadásában a Belügyminisztérium osztályvezetője. A pedagógusok béremelése is szerepel az új szabályozásban. A törvény minimális összegeket határozott meg, ezek pedig gyakornok esetén 400 ezer bruttó forint lesz, pedagógusok, pedagógus 1 esetén 410 ezer, pedagógus 2 besorolású pedagógus esetén 430 ezer, mesterpedagógus 520 ezer, kutatótanár esetén pedig 640 ezer forint lesz minimum adhat, illetve kell minimum adni. Ezen felül van a 20%-os illetményeltérítés a kedvezményezett és a felzárkozott településeken, amit ugye említettem, hogy napokban megjelenik a lista, és rajtuk kívül még mindazon intézményben, illetve telephelyen ez a 20% kapható lesz, ahol a tanulói HH-s arány meghaladja 10%-ot, és felzárkóztató programot valósít meg. Július 1-e és november 30-a közötti időszakra kapják meg visszamenőlegesen a béremelést a közoktatásban dolgozó pedagógusok, legkésőbb december 10-ig az emelt bérüket.
Az is elhangzott, hogy nyilatkozniuk kell a tanároknak, hogy vállalják-e a munkát az új törvényi keretek között. A heti kötelező óraszám 24 a szabályozás alapján. Ezen kívül az oktatási év ütemezéséről, a szabadságról, a szünetek időtartamáról is esett szó. A szakmai tanévnyitót 2015 óta rendezik meg Pécsen, hogy az iskola kezdés előtt tájékoztassák a pedagógusokat az adott év változásairól, a törvényi háttér újdonságairól. Nyárzáró játszóházat rendezett az Esztergál Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a pécsi kertvárosi telephelyén. A program előtt egy rajzpályázatuk eredményhirdetését is megtartották. A pályázat témája a rock'n'roller, a főnyeremény pedig egy gyermekroller volt. Minden résztvevő kapott ajándékot, nem csak a díjazottak. Ezek a rajzok egy pályázatnak köszönhetően lettek most kiállítva. A helyszín az Esztergál Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ pécsi Anikó utcai épülete. A pályázat 6-14 éves korú gyerekeknek szólt. Az eredményhirdetés izgalmas pillanatait követhettük figyelemmel. Vége van a nyárnak, lassan elkezdődik az iskola, és szerettünk volna még a gyerekeknek egy utolsó iskola előtti játszóházat szervezni, és egybekötni egy ünnepi kerettel is, hiszen egy rajzpályázatot hirdettünk rock'n'roll néven, és azokat a gyerekeket szeretnénk most igazából jutalomba részesíteni, akik vették a fáradtságot és a hajlandóságot, hogy képeket küldtek egyébként az intézményre, és ezeket szeretnénk ilyen szempontból elismerni, hogy mindenki valamilyen ajándékot kap, mert hogy teljesítette ezt a kiírást, amit mi közé tettünk. Összesen 31 darab alkotást küldtek be, mindegyiket kiállították. A rajzok Pécs és agglomerációjából és azon kívülről is érkeztek. Így Jászjákóhalmáról, Zalaváról, Budapestről is küldtek kis alkotásokat a gyerekek. Teljesen szabad kezet kaptak műveik megvalósítása során. Volt egy találó név, az a rock'n'roller volt, és ez mögé igazából a gyerekeknek a kreativitására bíztuk. Nem szerettük volna őket semmilyen keretek közé tenni, majdnem a szabad fantáziájuk volt. Azt mondjuk, ez a név alapján mire gondolnak, és elég széles volt egyébként a gyerekeknek a kreativitása. Volt, aki zenéhez kötötte, a rock'n'roll név, rocker névrel, van, aki pedig rollert rajzolt, de igazából úgy voltunk vele, hogy a gyerekeket szerettük volna egy picit otthoni környezetben is lekötni, és ha lehet ilyet mondani, akkor ez a digitális világból egy picit visszavenni őket, és hogy tényleg a kézügyességük révén próbáljanak alkotni. Az első helyezett Erdődi Gergely egy rollert kapott ajándékba, de senki nem ment haza üres kézzel, ugyanis számos szuper ajándékot osztottak ki, így például Lego, édesség, könyvek találtak gazdára. Valamennyien részt vehettek a játszóházi programban is, melyen vetélkedők, csillámtetoválás, pinyata, kressz, kvíz és egyéb ügyességi feladatok várták a gyerekeket. Biztossá vált, hogy januártól nem csak a 2024 után telepített lakossági napelemeknél szűnik meg az éves szaldó elszámolás lehetősége, hanem a régebbi rendszereket is átteszik havi elszámolásba. Ezt az energiaügyi miniszter jelentette be. Lantos Csaba a videóban arról beszélt, hogy korábbi napelemesek élvezhették a szaldó elszámolást, és ez a feltelepítéstől számító 10 évig így is marad. Csak az éves rendszer helyett havi elszámolásra állnak majd át január 1-től. Aki újonnan száll be a rendszerbe, annak már bruttó elszámolás lesz, tette hozzá a miniszter. Aki meg újonnan jön föl, annak ugye bruttó elszámolása lesz. Nagyjából ezek a változások. És valóban az a jó hír, hogy szeptemberben ki fogunk jönni azzal, hogy hol lehet Magyarországon újra napelemeket a háztetőkre tenni. Ugye volt egy korlátozás, mert nagyon gyorsan növekedett a napelempark Magyarország, és a hálózat úgy tűnt, hogy nem mindenhol képes ezzel lépést tartani. Közben nagyon sok fejlesztés megtörtént, kormány beavatkozott, sok fejlesztés megtörtént, és azt tudom mondani, hogy szeptemberben kijövünk új lehetőségekkel arra, hogy Magyarországon számos településen, számos körzetben várhatóan lehet majd napelemeket feltelepíteni a tetőkre. Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolajé pedig 5 forinttal lesz drágább a holtankoljak.hu hétfőn megjelent prognózisa szerint. Amennyiben ezek a változások megjelennek a kutakon, akkor a 95-ös benzinért 642 forintot, a gázolajért pedig 651 forintot kell majd fizetni literenként. Az elmúlt hetekben jelentősen nőtt az üzemanyagok ára. A holtankoljakos adatok szerint
egy hónappal korábban, a benzin 612, a gázolaj 598, június végén pedig 571 és 561 forint volt. A drágulás eredményeként a drágább, elsősorban strádás kutakon már a 700 forintos szint közelében vannak az árak. Például az M6-os strádán, a Pécs felé vezető oldalon, a keresztúri pihenőnél lévő kuton a hétvégén pár forinttal 700 forint alatt adták az üzemanyagot. A holtankoljak.hu szerint a benzin esetében a legmagasabb 698 forint, a gázolajnál pedig 697 forint. Kisebb árhullám indult el a Dunán. Mohácsnál jövő hétfőig csaknem 3 méterrel emelkedik a folyó vízszintje. Kedden reggel a 200 cm sem érte el a Duna vízállása Mohácsnál, azonban a következő napok során várhatóan jelentősen nagyobb vízzel számolhatunk. Az előrejelzés szerint jövő hétfőig a jelenleginél mintegy 3 méterrel emelkedik a folyó vízszintje, Mohácsnál akkor 510 cm körül alakul majd a vízállás. A régió híreivel folytatjuk. Éppen 497 évvel ezelőtt zajlott a Mohácsi csata. 1526. augusztus 29-én Magyarország királya II. Lajos elesett a harcokban ugyanúgy, mint 26 ezer lovagja is. Az eseményeknek tragikus hatása lett a hazai viszonyokra. Erre emlékezve tartanak minden évben lovastúrát civilek azon az útvonalon, amin a királyi sereg végighaladt. Stábunk Tolnán érte utol a hagyományőrzőket. Hetedik alkalommal indult útjára a Mohácsi csata évfordulója alkalmából szervezett lovaszzarándoklat szombaton. A túrázók az Érd, Ercsi, Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Báta, Dunaszekcső útvonalat, tehát az 1526-ban a csatába igyekvő magyar sereg egykori vonulási irányát követve augusztus 29-én érkeztek meg Mohácsra. Ez most már a hetedik éve, hogy ez a zarándoklat megvalósul. Az első két évben nem a mi egyesületünk vezette, a mi vezetésünkkel ötödik éve zajlik a zarándoklat. Ugye az 1526-os Mohácsi csatavesztés emlékére tesszük meg ezt az utat, emlékezve a hősökre. A zarándoklat során felkeresték az emléktáblákat, és a megemlékezéseken emlékszallagot helyeztek el. A lovas csoport mintegy 200 kilométeres útvonalat jár végig Lóháton, ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg, hogy aztán Mohácson összecsapjon a török haderővel. 1926-ban a Akházi Kamil, aki akkor az akkori hadtörténeti intézetnek volt az igazgatója, akkor döntött el, ugye a csata 400. évfordulóján, hogy hát emlékezzünk meg valamilyen formában a felvonuló seregről, II. Lajos királyról, és akkor történészek segítségével összeállítottak táblákat, amik a tábláknak az a különlegessége, hogy nem csak azt mutatja be, hogy na, akkor emlékezzünk meg a csatáról, hanem egy nagyon rövid leírást is tartalmaz, hogy éppen akkor ott azon a helyszínen mi történt a sereggel, mi történt a királlyal. Tehát egy történelmi áttekintést kapunk, hogyha végigmegyünk ezeknek a tábláknak a nyomvonalán. És 2016-ban 490. évfordulón dr. Négyesi Lajos hadtörténész hívta fel a figyelmünket erre ezekre a tábláknak a sorozatára, és akkor a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság részéről, akik ugye a Mohácsi Nemzeti Parknak Mohácsi Nemzeti Emlékhelynek a kezelői, döntöttük el, hogy hát egy történelmi zarándok útot hozunk létre, történelmi hagyományozók segítségével, és hát vannak, akik kerékpárral, vannak, akik gyalog járják végig, de most már hetedik alkalommal egy történelmi hagyományozó egyesület, a Rádi József Huszár Bandérium azok, akik korabeli viseletben végigjárják az útvonalat és mutatják meg a helyi lakosoknak, hogy mi is történhetett annak idején, mondjuk 500 évvel ezelőtt. A csata 400. évfordulóján a Magyar Királyi Hadtörténeti Múzeum 1926-os kezdeményezéseik lette, ugyanis az intézmény akkori vezetője Akházi Kamil alezredes felhívására azokon a településeken, ahol a Mohácsi csatába igyekvő II. Lajos király sereget táborozott, emléktáblákat helyeztek el. Innen is a túra célja, felhívni a figyelmet az emlékhelyek sorára. Jótékonysági napot tartottak vasárnap a Lapátolna Sárkányhajó Klub szervezésében. Rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek, emellett pedig az Ázsiából származó sporttal ismertették meg a résztvevőket.
A rendezvény keretében az érdeklődők a programok mellett az eredetileg Dél-Kínából származó sporttal is megismerkedhettek, és lehetőség volt ennek a különleges kenunak az egésznapos kipróbálására, amely egy új látványosságként szolgált a Holduna partján. Ezt a több mint 12 méter hosszú kenutípusú hajót elől sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszíti. Az összefogásnak a célja az orrászoruló családok megsegítése volt, akiknek nehézséget okoz az iskolakezdés, ezért a szervezők a családsegítő központtal együttműködve egy cipősdobozni támogatást kértek a rendezvényen résztvevőktől. Adományok már érkeztek, ruhanemük, iskolaszerek, játékok, plüssjátékok, tartós élelmiszerek már volt, aki a mai reggelen idejött és odaadta, illetve volt már, aki előzőleg, aki úgy gondolt, hogy nem tud eljönni, ő már adta, és akkor szeretettel várjuk a további adományokat is. A családsegítő központ már kiérkezett, ők is tartanak kézműves foglalkozást, illetve hát majd az adományok rendszerezésében ők segítenek. A szervezők főzőversennyel is készültek, ahol halas és többek között paprikás ételek, mint borjúpörkölt rotyogott a bográcsokban. A zsűrizésben Mancinger László helyi mesterszakács volt a segítségükre. Megmondom őszintén, anyósomtól tanultam a bogyiszlói pörkölt főzést. Ez úgy történik, hogy alulra teszem a csontosabb húsokat, a következő réteg paprika, paradicsom, hagyma, fokhagyma apróra vágva, piros paprika, só, akkor még egy réteg hús, akkor ugyanezt megismételem még egyszer, és a legtetejére a hús. Ennyi. A klub elnöke reméli, hogy ezt az első alkalmat több is fogja követni majd. Idén mintegy 210 gyerek iskola kezdését tudja segíteni a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A szervezet ezúttal több mint 2,5 millió forint értékben adományozott tanszereket a rászorulóknak. Már az év elején elkezdték a tanszerek gyűjtését a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportjának önkéntesei, ugyanis az árak jelentős emelkedése miatt számítottak rá, hogy az egyébként is szűkös körülmények között élő családoknak sokkal nehezebb dolga lesz iskolakezdéskor. A kemény munka kifizetődött, hiszen ezúttal is számos gyereknek tud segíteni a szervezet. Tavaly 210 gyereknek adtunk így konkrétan évre szólóan csomagot, és hihetetlen, de pontosan 210, nem ugyanannak a gyerekeknek, de pontosan 210 gyereknek érkezett be idén is kérelem. Hát ugye most már lesz olyan, aki még kérne, mert ugye azért, ahogy hallják, most jövő hónap elején, mikor a havi osztásunkat tartunk, arra tartalékoltunk valamennyi tanszert, hogy akkor még ott tudjunk segíteni. Az előző évben mintegy 2 millió forint értékben tudtak tanszert eljutatni a segítségre szoruló diákokhoz. Ez az összeg idén megközelíti a 3 millió forintot. Mindez a beérkezett adományokból, áruházi gyűjtésekből, illetve vállalkozói felajánlásokból jött össze. Ebben ugye van elég sok használt eszköz, de jó minőségűek is használhatók. Például 82 darab iskolatáskát kaptunk, hát ezeket 5000 forint értéken tartjuk nyilván, de hát ez a táskáknak a jó része 15-20 ezer forintnál kezdődik, tehát ez egy nagyon nagy értékű dolog azoknak a gyerekeknek, akikhez most eljut, egyébként soha nem lehetne ilyen jellegű táskájuk. Az adományok gyűjtése azonban itt nem áll meg, a szekszárdi önkéntesek továbbra is folyamatosan várják a felajánlásokat, hogy a helyi és a környező településeken élő családokat segíteni tudják. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Csőd vagy átmeneti segítség. A tükebusz többletigénye is szerepelt a szakbizottság előtt. Csarnoképítés és zöld program. A kertvárosi piac és környéke elfogadtatását akarja az önkormányzat a fakivágás után. Indulhat a pedagógusok béremelése. Az új törvényi szabályozásról beszéltek a szakmai évnyitón Pécsen. Rollert kapott a RALSZ pályázat nyertese. Nyárzáró játszóház a családsegítőknél. Csütörtökön már több napsütésre van kilátás, de elszórtan kisebb eső, futózápor, néhol zivatar még kialakulhat. Erre főként nyugaton, északnyugaton és északkeleten van nagyobb esély. Többfelé élénk, helyenként erős lehet a nyugati, északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul.
Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha láttak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!